A termelő szolgáltató cégek félelmekkel küzdenek az ukrán munkavállalókkal szemben, ezeket az aggályokat pedig a nyelvi kommunikációs probléma, a vallási, kulturális különbségek okozzák. De hogyha ezeket a félelmeket leküzdik, akkor nagyon értékes munkaerőt tudnak a termelésbe állítani. A megváltozott munkaerőpiaci helyzet hatására új megoldásokat kellett kidolgoznunk, és ekkor született az ötlet, hogy ukrán munkavállalókat fogunk alkalmazni. Elején ez egy kényszermegoldásnak gondoltuk, de utólag már egy nagyon jó döntésnek minősítjük. Mi egy komplex szolgáltatást nyújtunk. Az ukrajnai toborzás előszűrésen keresztül, a Magyarországra való beutaztatás, szállásoltatáson keresztül, a napi munkavégzésen át mindenben segítjük a megbízóinkat, tolmácsaink, kétnyelvű projektvezetőink vannak, akik leküzdik a kommunikációs problémát, nem csak a munkahelyen, hanem a magánéletben is. Kétnyelvű projektvezetőink vannak, akik a napi gondokba, például bankokba segítenek, bankszámlanyításban, a mindennapos dolgokban, például az orvos látogatásban, ott tolmácsolnak, segítenek a gyógyszertárban, patikában. A munkavállalóink kétnyelvű ukrán-magyar szerződést kapnak, így pontosan tudják, hogy milyen feltételekkel dolgoznak nálunk. Nagyon nehezen értik meg a magyar bérrendszert, de az is furcsa számukra, hogy utalásba kapják a bérüket, nem pedig készpénzben. Nagy távolságból érkeznek a munkavállalóink, így ritkábban járnak haza. Általában évente 3-4-szer. Ők nagyon elégedettek, mert magasabb bérért tudnak nálunk dolgozni, mint odahaza. Elégedettek a körülményekkel, és ezért a fluktuációt is tudjuk csökkenteni. Thank you.